2023. januárjától egyműködöm sőket indul a sérpatikában, amikor januárban országos szinten is nagyon kevés a program, és egy kulturális program. Egy kicsit hiánykívül jelleggel kitaláltunk egy sorozatot, amiben nagyon sokféle művészeti ágban szeretnénk megnyilvánulni. Cseh Tamás életésnapján, a Magyar Kultúra napján egy Cseh Tamás estel kezdünk. Innentől kezdve folyamatosan, legalább hetente egy alkalommal lesz benne névzene, néptánc, irodalom, festészet, és környezet természetesen. Érdemes a Sérpatikára most már még kulturális helyszínre is tekinteni, szóval a következő 2-3 hónapban legalább 10 programmal várjuk a kedvesek. Mindig valami külön vonatkozású kulturális vonalon indulunk el, ez különböző művészeti ágakban lehet, lehet festészet benne, irodalom, ezt majd Pisti eldönti. Lesz könyvzene is, lesznek ilyen zenés hétvégi esténk is, élő zenekarokkal, akusztikus zenekarokkal, tehát mostantól a Sérpatika egy picikét, egy kicsit ilyen kulturális helyszínnél fog változni, ez a nyitó alkalom tulajdonképpen. És az egész estének a menetét, vagy az a néhány órának a menetét, ugye úgy gondoltuk ki, hogy de nem akarok én semmi, sem tudós nem vagyok meg. Hát énekelni végképp nem szeretnék, mert ha már jó lenne, mert bezárnánk, akkor szednék a kilépőt. Bizonyosan mindenki csak mehessen kívül. De énekelni végképp, zenélni se tudok. Csak én kezdtem is annak, hogy én elmesélem, hogy én. Hogy találkoztam először Cseh Tamással, tehát 83 tavaszom, vagy ilyen télen, inkább ilyen február környéke. Szegeden voltam, akkor főiskolás voltam, és akkor volt Cseh Tamás este. Tehát tudta fel, ki az, de hát ugye mindig vannak nálunk okosabb emberek a környékünkben, és akkor mondták, elmegyünk el, mert milyen jó. Elmentünk, milyen jó. A Szoténak a klubjában volt, ugye egy nagy ez, és a volt a székek, jobbra-balra volt egy külön szék, ugye. Este 8-kor körül kezdődött, megjelent a csatornak, leült oda, és azt mondta, hogy egy gyereket baj van. Baj van, mert nincs műsor. A pont akkor volt, hogy a Bereményével ilyen nem voltak olyan jóban. Alkotói válság, mit a Jósatot kiadták legutóbb, azóta nincs semmi lemez, nincs. Azt meg, hogy legutóbb volt, amit Szegeden már ezzel a műsorra, ő nem akarja meg is és hát akkor mi legyen? Hát most az esetben itt van. És akkor így mondta, hogy jó, azt mondtam, hogy 100-an biztos. És akkor gyakorlatilag, ugye nyilván ott azért voltak olyan emberek már, akik idősebbek is, meg testő, akik már számtalan egy Cseh Tamás ismer, hogy van. Gyakorlatilag abból lett egy olyan hajnal nézik. Már a végén a földön feküdtünk, meg hova ültünk, jól van, és akkor gyakorlatilag komolyan ilyen végtelenben nyúló volt. Láttál, ha magadról szép éneket? Dicsérő éneket én nem veszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.